A Panna Csajok stb. Mai adásának vendége Péterfi Judit, riporter, újságíró, televíziós újságíró, tulajdonképp ez lenne azt hiszem a legmegfelelőbb titulus, ha egyet értesz. Így van, köszönöm szépen. Szia, igen, nagyon szia, örülök, szia, hogy itt vagy. Köszönöm a lehetőségem. És egy könyvről fogunk beszélgetni, aminek az a címe, egy Engedd el, szabadulás a lelki terhek fogságából, és hát elképesztő neveket sorolsz fel a lap alján, hogy kiktől kaptál iránymutatást. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy azok az emberek, akiket megkerestem, ők első régent mondtak, és nagyon érdekesnek és izgalmasnak találták így a témát. És azt mondták, hogy a legfontosabb az volt szerintem számomra tőlük, hogy ezzel nekik is van még dolguk, és nekik is van feladatuk. Ez egy soha véget nem érő. Igen. Ez nem az autószerviz, ahol nem. Megszerelik az autót, és megy. És ez is egy ilyen megnyugvás volt, hogy mivel nekem tényleg mindenki ezt mondogatta, hogy az elengedés az milyen egyszerű, és hogy gombnyomásra működik, és működtethető, és én vagyok a lúzer, hogy ezt így nem tudom véghez vinni, és nekem iszonyat felszabadító érzés volt, amikor a Feld már is azt mondta, hogy ő ugye az édesanyjától menekült el Magyarországról. Tehát, hogy kérdeztem, hogy megbocsájtottál neki, elengedted őt, dehogy elmenekültem tőle. Nekem ezzel még dolgom lett volna, de édesanyám meghalt. Tehát, hogy, és én ott megnyugodtam, hogy egy ilyen nagy tudású, nagy kvalitású ember is úgy éli meg ezt, hogy nem feltétlenül kell tudnunk a megoldást, és nem ütötte magát végig azért. Azt mondta, hogy túl vagyok ezen, oké, elmúlt, megyek tovább. És ugyanígy volt a Máté Gábor is, dettó. Ő például ugye holokauszt család, tehát hogy a nagyszülei, szülei, és hogy ő azt mondta, hogy ő ezt nem élte meg személyesen, de hogy ezt nem tudja valahogy a zsigereiben így feldolgozni, hogy mi történt. És ezt nem tudja elengedni. És ott volt Edith Éva Éger, kedves barátja, és neki pedig sikerült. És évtizedekig kutatta, hogy neki hogyan is, miképpen, és a mai napig nem tudja megfejteni, hogy Edith Éva Égernek miért sikerült, neki miért nem. Sokszor az interjúkban is, amikor már utána, szerintem, ahogy mentünk bele az írásba, már ott tényleg tudatosan utána már így építettem fel, de az elején még nem ez volt bennem, hogy én írom is saját történetemet, úristen. Hát, hogyha megkérdezték volna, hogy én pár évvel ezelőtt, hogy magamról ilyen szinten írnék-e, hát bizonyára azt mondtam, hogy soha. Hiszen ezért én bulvárlapokban nem szerepeltem, én nem vagyok ilyen címlapsztár. Hogy tölt el, hogy kiket fogsz megkérdezni? Volt olyan ember, és volt olyan szakember, akivel én dolgoztam, és találkoztam már, és tudtam az érvrendszerét nagyjából, az eszmélyiségét is tudtam, a gondolatiságát is, de... Nyilván olvastál is könyveket. Igen. De amikor így kvázi előinterjúztam, vagy beszélgettem velük, annyira színes dolgok jöttek elő, és annyira helyesek voltak, mert tényleg nem az volt, hogy van olyan pszichológus, hogy megkérdezed, és szakemberként válaszol. De ők, amikor én kérdeztem őket telefonon, vagy éppen a Feldmárral videokonferencián beszélgettünk sokszor, és a magyarországi képviselővel, akkor sokszor az volt, hogy ő magától kezdett el saját magáról beszélni. És nekem ez egy olyan... Szóval felszabadító is volt, és hogy egy ilyen elismerés, hogy köszönöm, hogy megtisztelnek a bizalmukkal, és hogy ennyire mélyre mennek ők is. Hát még ilyen értelme lejött a piedesztáról, nem? Hogy igen. Emberré vált, és igen. Olyan igen. Traumákat, meg érzéseket osztott meg, ami teljesen ember. Tehát nem a nagy szakértő beszélt. Nem, és ez is, hogy igen, az András is, vagy a Csernus is mondta, hogy fogadjuk el azt, hogy emberből vagyunk, és így néztem, emberből vagyunk, hát ez hogy érti, Juditka? Hát úgy, hogy elfogadja azt, hogy esik kell, most épp elbukott, és éppen rosszat mondott, rosszat csinált, mindenre tanítottak ezek az emberek engem. Vagy a megbocsátás, hogy tényleg kínosztam magam azzal, hogy nem tudtam embereknek, azt éreztem, hogy nem tudok megbocsájtani. És akkor a fel már megregte a vállam, és azt mondta, hogy ahhoz, hogy elengedjél, nem kell megbocsájtanod. Néztem kikerekedett szemmel, hogy ezt nekem még senki nem mondta. Vagy ez, hogy folyamatosan magamban, és mindig ez volt ugye, hogy magamban kerestem én nem a környezetemben, hanem magamban kerestem mindig a hibát és a megoldandó feladatokat, és akkor a Feldmár is azt mondja, nem feltétlenül, keres olyan környezetet, ahol elfogadnak, ahol tisztelnek, ahol szeretnek. Nem magadat változtasd meg, a szokásaidat, az attitűdrendszeredet igen, de egyébként menj olyan helyre, ahol szeretnek, befogadnak, tisztelnek, egyenrangú partner lehetsz, ahol nem bántanak.
És ezt kezdtem el én kialakítani. Na, és ilyeneket tanultam. Pedig bizonyos szempontból egy ilyen One Woman Show-t viszel, nem? Valahol igen. Igen. Tehát ez a fajta kicsit kívülálló szerep, ami érdekes mondom, mindkettőnket jellemez, de, uh-huh. hogy így azért nehéz fejest ugrani egy bármilyen közösségbe, ha az ember ilyen húsú. Abszolút. Nekem van egy kollégám, aki folyamatosan mondja, hogy figyelj, ezzel a kvalitással, ezzel az attitűdrendszerrel, ezzel a hozzáállással hidd el, hogy te egy nagyon nehéz személy vagy. És ez is az út része, hogy én mondom, tartozni szerettem volna valahová. Én álltam a sorban, és rimánkodtam azért, hogy befogad majd egy közeg. Az a közeg a legellenségesebb volt elem, a legkitaszítóbb, aki a leginkább liberálisnak vagy elfogadónak mondja magát. Ők megvetettek, felülről kommunikáltak, lenéztek. És akkor így rájöttem, hogy én lököm ki magam ebből a sorból. Nem ők nem fogadnak egy idő után már be. Én nem akarok ide tartozni. És hogy kilöktem magam abból a sorból, ahova egyébként tartozni szeretném. Ez egy komoly és fontos irányváltás, amikor az ember rájön, hogy nem nekik akar megfelelni, hanem saját magának. Voltál te is így ezzel? Persze, pontosan tudom szerintem, hogy miről beszélsz, de ez engem már régóta nem is foglalkoztat. Mikor voltál? Ezt lehet kérdezni, csak hogy mikor lettél túl ezzel? Vagy mi volt ez a momentum, ha ennyit lehet visszakérdezni? Nem tudnám pontosan megfogalmazni így évre, vagy évtized, de jó néhány éve. Nem, amikor én megbékéltem azzal, hogy én olyan vagyok, amilyen, azt hiszem, hogy ez volt a kulcs, és hogy nem, tényleg nem másnak akar, hanem hogy én akarom jól érezni magam a döntéseimben, vagy a választásaimban, talán ez.